Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. December 22-e van a Zénok ünneplik névnapjukat. 98 éve született ma Károly Kossuth Díjas filmrendező. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Megkezdődött a szabadkai majsai híd bontása. A gázolaj ára nem változott, viszont a benzinért 2 dinárral kell többet fizetni literenként Szerbiában. December 23-án gyásznap lesz Csehországban a tömegmészárlás miatt. Elfogadták Úbecse 2024-es költségvetését. Eljött ez a nap is, megkezdődött a szabadkai majsai híd bontása. Már a kora reggeli órákban lezárták a forgalom elől az átkelőt, azóta alternatív útvonalakon közlekedhetnek a helyiek. Az ígéretek szerint jövő nyárra lesznek kész a munkálatok. Csonka Julianna kerékpárral érkezett Maghetes felől a majsai híd irányába. Megdöbbenve vette tudomásul, hogy péntek reggel lezárták a hidat. Most neki, ahogyan más szabadkaiaknak is, alternatív utat kell keresnie, hogy a központba juthasson. Ha muszájból csinálják, akkor szerintem hadd csinálják. Hát a nép az megoldja, megkerül és kész. Aki. Hát mindenki megtalálja az útját. A híd másik felén is szalagot húztak ki, és torlaszokat tettek az úttestre, hogy megakadályozzák az átkelést azon. Az odaállított kínai munkások pedig nyelvismeret hiányában próbálják elmutogatni az embereknek, hogy ezentúl már nem használhatják ezt a hidat. Az általunk megkérdezett szabadkaiak többsége ugyan a korábbi bejelentések ellenére meglepődött, de türelmesen fordult vissza kocsiával, vagy akár gyalogszerrel is. Munkagépek és munkások lepték el a hidat és annak környékét. Hatalmas ütemben zajlanak a bontási munkálatok. Lángvágóval szedik elemeire a korlátot az átkelőn. Pár pillanat alatt a villanypóznákat is eltávolították a hídról. Az átkelő alatt pedig már a munkagépek dolgoznak, hogy előkészítsék a területet a sínek lehelyezésére. Itt állok a szabadkai majsai híd tetején, amelyre csak a szem ellát, mindenfelé munkálatok zajlanak. Hatalmas nagy a felfordulás, a munkások már reggel óta dolgoznak, és hatalmas munkagépek dübörögnek a helyszínen. Szabadka egyik emblematikus közlekedési csomópontja volt a majsai híd. Ez kötötte össze a város északi részét a központtal. A maghetesiek és a vasutas település helyi közösség lakosai közül nem volt olyan, aki autóval, kerékpárral vagy akár gyalogosan nem kelt volna át rajta. A híd azonban a mostani formájában eltűnik, hogy a tervek szerint pár hónap múlva újjáépült formában álljon a közlekedők rendelkezésére. A bontási munkálatokra, majd a felújításra a Belgrád-Budapest gyorsvasút építése miatt van szükség. Erről és az építkezés részleteiről a minap nyilatkozott stábunknak Kern Imre, Szabadka alpolgármestere. Az új híd az körülbelül a megbeszélések szerint ugyanúgy, ahogy ez a híd is 6 hónap alatt elkészült, a majsai hídnak is el kellene készülni 6 hónap alatt. Ugyanúgy el kell, hogy készüljenek azok a fel- és levezető utak, úttestek is, amelyek a hídépítésnél az új konfigurációt majd megkövetelik. Én remélem, hogy ugyanúgy, ahogy ez a híd, meg a Rosényi híd is befejeződik az építése körülbelül nyár közepére, augusztus elejére, Szabadkán gyakorlatilag megszűnnek ezek a közlekedési problémák. A majsai hidat még a múlt század elején építették. Akkor tájt a korabeli, a 20. század elejei közlekedést vették alapul a teherbírás megtervezésekor. Később 1980-ban és 81-ben részben felújították. Most ismét lebontják, és a tervek szerint a nyárra jobb lesz, mint újkorában.
Itt a péntek közzétették a következő egy hétre vonatkozó üzemanyagárakat. A gázolaj ára nem változott, viszont a benzinért 2 dinárral kell többet fizetni literenként. A hivatalos közlés szerint ennek értelmében 1 liter dízelért legtöbb 195, míg a benzinért 175 dinárt kell fizetnünk. A lakosság életszínvonalának megőrzése érdekében, valamint a piac továbbra is instabil helyzetére való tekintettel, Szerbia kormánya 2023. december 31-ig korlátozta az olajszármazékok árát. December 23-án gyásznap lesz Csehországban, a csütörtökön történt tömegmészárlás miatt egy automata puskával felfegyverzett a prágai Károly Egyetemen tanuló diák nyitott tüzet a Jan Palach térre. Legkevesebb 15 személy vesztette életét, további 25 ember pedig megsérült, közülük 10 állapota súlyos. Az áldozatok és a sérültek között nincs sem magyar, sem szerb állampolgár. Dávid Kozák, ő az a 24 éves egyetemi hallgató, aki elkövette a mészárlást csütörtökön a prágai Károly Egyetemnél. A férfi előre megtervezte a tömeggyilkosságot, részletes naplót vezetett arról, miként készül rá. December 9-én nyitott Telegram csatornáján is beszámolt tervéről. Azt írta, hogy célja az, hogy a lehető legtöbb fájdalmat okozza, mielőtt véget vetne a saját életének. A csatornán írtak alapján kényszerképzetei voltak, hangokat hallott. A férfi az egyetemi támadást megelőző édesapjával is végzett. A cserendőrség azonosította az összes áldozatot, a túlélőknek pszichológiai segítséget kínálnak, ezt a cseh belügyminiszter jelentette be. A szolidaritás is jelentős mértéket ölt a közép-európai országokban, a polgárok már 102 ezer eurót gyűjtöttek össze az elhunytak és sebesültek családjainak megsegítésére. Szombat pedig gyásznap lesz Csehországban. A rendőrség az X közösségi oldalon ugyanakkor bejelentette, hogy a biztonság kedvéért országszerte megelőző óvintézkedéseket tettek az iskolákban, a kórházakban, a kulturális és sportesemények helyszínein, még annak ellenére is, hogy nincs információjuk konkrét fenyegetésről. A politikai vezetőket is megdöbbentették a Prágában történtek. Alekszandar Vučić, szerb államfő úgy fogalmazott, milyen megrázták a történtek, és Szerbia osztozik a csehek fájdalmában. Mélységesen sokkolt a prágai Károly Egyetemen történt szörnyű lövöldözés. Gondolataink és imáink az áldozatok családjával vannak, ezt Orbán Viktor magyar miniszterelnök írt a közösségi oldalán. Közel 2 milliárd dináros jövőévi költségvetésről szavazott mai ülésén az Óbecsei Községi Képviselőtestület. Ebből a pénzből a tavainál jóval többet, az összegnek mintegy 26%-át költik majd beruházásokra a község területén. Az új kiadások között több olyan is van, amelyek a gyermeket vállaló vagy iskoláztató családok helyzetén fog könnyíteni. Minden óvodásnak ingyenes az óvodai ellátás, tehát ezzel is segítve a szülőket, valamint az elsőszülött gyermekeknek megdupláztuk a járandóságát, tehát azoknak a szülőknek próbálunk így módon segíteni, akik egy ilyen kihívás elé néznek, amely anyagi, és nyilván más kihívást is jelent, de az anyagi értelemben próbálunk segíteni nekik, valamint szeptembertől szeretnénk minden elsősnek ingyenes tankönyveket biztosítani itt Óbecse község területén, illetve egy fontos nem csak támogatási, hanem társadalmi szempontból is fontos intézkedés az a középiskolásoknak az utaztatásának a támogatása, amit egyébként is támogattunk eddig, viszont most teljes mértékben kívánjuk átvenni ezt a terhet szintén a jövő iskolai évtől. Ülésezett Kishegyes Község képviselőtestülete, elfogadták a 2024-es költségvetést. A büdzsét 1,2 milliárd dinárra tervezték, az elképzelések szerint ennek több mint 50%-át kapitális fejlesztésekre fordítanák.
Már évek óta tart, illetve húzódik a kanalizáció kiépítése a kis és község területén. A főhálózat kiépítését követően 2023-ban megkezdődött a másodlagos, illetve harmadlagos hálózat kiépítése is. Ez Bács-Feketegyén ezekben a pillanatban is zajlik, és mintegy 560 millió dinár lesz erre előirányozva jövő évre vonatkozóan is, hogy a Bács-Feketegyi fejlesztés megvalósuljon, majd pedig Szeghegy és Kishegyes fejlesztése is folytatódjon. Sztefán Bakić Szabadkaváros önkormányzatának nevében és a saját nevében kíván boldog karácsonyt minden szabadkai polgártársának, aki azt a Gergely naptár szerint ünnepli. Kívánom, hogy ezt a jeles keresztény ünnepet szeretteik körében töltsék el jó egészségben, örömben és békességben, áll Szabadka polgármesterének köszöntőjében. A karácsony és az újévi ünnepek emlékeztessenek bennünket a kölcsönös tisztelet, a tolerancia, a különbözőség elfogadása, a szolidaritás és az összetartás, mint társadalmunk és országunk alapvető értékeinek fontosságára, írta Sztefán Bakić. Szabadka város képviselőtestületének nevében kívánok minden polgártársamnak áldott karácsonyi ünnepeket, áll dr. Pásztor Bálint köszöntőjében. A szabadkai VKT elnöke azt kívánja, a karácsony teljen örömben és elégedettségben hozzon reményt és békét életünkbe. Jó kívánságokat közölt karácsony alkalmából Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke Németh László belgrádi metropolita érseknek és minden olyan hívőnek gratulált, akik a Gergely naptár szerint ünneplik a karácsonyt. Teljenek békében és szeretetben ezek az ünnepi napok, amelyek egy új életet jelképeznek és emlékeztessenek újra az összetartozásra és a toleranciára, mint társadalmunk alapértékeire, áll a tartományi kormány elnökének üzenetében. Az 1944-45-ös délvidéki népirtás áldozatainak állít emléket Bogner István nyugalmazott egyetemi tanár és Mészáros Zoltán főlevéltáros könyve. A Mégsem lehet eltitkolni című kötetet Szabadkán a Városi Könyvtárban mutatták be. 1944-45 telén a jugoszláv kommunista partizán alakulatok kegyetlen etnikai tisztogatást hajtottak végre. A tömeggyilkosság német, horvát és másként gondolkodó szerb áldozatai mellett a vérengzés során a magyarokat gyilkolták a legnagyobb számban. Ezt az időszakot és ezeknek az áldozatoknak a személyét Szabadkán és környékén sok éven át kutatta Bogner István, a könyv egyik szerzője. A gyűjtések történtek minden több irányból, helytörténészek is, és akkor újabb nevek kerültek elő, úgyhogy az utolsó név, ami előkerült, az ez év március 13-án jött egy név, akiről bejelentették, hogy Radonaváci illetőségű volt. Mészáros Zoltán történészként vett részt a könyv írásában és szerkesztésében. A Kegyeleti Bizottságban mi sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet méltóképpen emléket állítani a terror áldozatainak, a partizán terror áldozatainak, és az egyik módja ennek mindenképpen az, hogy írjunk a dologról. A rendszer áldozatairól megemlékező könyvet sok éves előkészület előzte meg. Ez a könyv az 56-os műhely civil szervezet gondozásában jelent meg, Szabadka város támogatásával és a Délvidéki Keskeny úton alapítvány támogatásával. Úgyhogy neki köszönhetően jött létre ez a mai könyvbemutató is. Az esten Barát Gábor Gergely történelemtanár moderált, az 56-os civil szervezet több településen is bemutatja majd a könyvet.
Olyan vajdasági magyar együttesek, könnyűzenei formációk jelentkezését várja a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ, akik szívesen fellépnének július 13-án a harmadik nyárhangoló fesztivál nagy színpadán Palicson. A zenekar bemutatkozó leírását, legalább három saját dalt vagy saját feldolgozás zenei anyagát és technikai readerét február 1-ig küldhetik el az érdeklődők a kultúra@vm4k.org.rs e-mail címre. A kiválasztott együttesek lehetőséget kapnak, hogy megmutassák magukat a fesztivál közönségének. Az izraeli hadsereg felszámolta a gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet vezetőinek gázavárosi alagút rendszerét. Az IDF közölte, hogy átvette az irányítást gázaváros Rimál nevű negyede felett. A harcok során olyan alagutakat tártak fel ott, amelyeket a Hamász magasrangú vezetői használtak. Ezek az alagutak kötötték össze a vezetők föld alatti lakását a szintén föld alatti irodákkal. A hadsereg megsemmisítette ezeket. Az IDF cisziordániai több településén razziát tartott csütörtök este körözött palesztinok letartóztatására. Az izraeli katonák megjelenése mindenütt zavargásokat váltott ki. Két ember megsebesült és több épület megrongálódott péntekre virradóra a Kijev ellen indított éjszakai orosz dróntámadásban. Az ukrán légierő jelentése szerint az ukrán főváros ellen ebben a hónapban ez volt a hatodik ilyen jellegű légitámadás. A kijevi légvédelem a főváros támadó 28 eszközből 24-et lelőtt. Volodymyr Zelenszkij elnök a csütörtök éjszakai dróntámadás idején sugárzott videóüzenetében karácsony napjaiban is harci szellemük fenntartására és az ország védelmére való összpontosításra kérte honfitársait. Közben az ukrán védelmi miniszter azt mondta a nyugati újságíróknak, hogy a 25-60 év közötti külföldön tartózkodó ukrán férfiaknak jövőre jelentkezniük kell az ukrán fegyveres erők toborzó központjainál. Ellenkező esetben szankciókat alkalmaznak velük szemben. A Welt internetes oldalán emlékeztetett arra, hogy az ukrán hadsereg további 450-500 ezer katonát akar mozgósítani az orosz invázió visszaverésére. Ennek a lépésnek a pénzügyi és politikai feltételei azonban még nem tisztázottak. Volodymyr Zelenszkij elnök érzékeny kérdésnek nevezte a mozgósítást, írták. Később az ukrán védelmi minisztérium sajtóosztályának vezetője cáfolta, hogy szankciókat kívánnak bevezetni. Aláhúzta, hogy nincs napirenden semmiféle büntető intézkedés, jogi vagy bármilyen nyomásgyakorlás azokra a hadköteles ukránokra nézve, akik a felhívás ellenére nem térnek vissza hazájukba. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Tematikus napot tartottak a Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. A TSC játékosa is ellátogattak Topolyán a Korcsolya pályára. Építkezés és fejlesztések, valamint a Petőfi emlékbélyek 10 000 példányszámban való nyomtatása. Az Újvidéki Fórum nyomda sikeres évéről számolt be az intézmény 66. születésnapján Mókus Gábor, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdáért felelős segédigazgatója. A fórum ünneplésével zárult a Magyar Szó ünnepi hete. Szeretnék, hogy a nyomda a jövőben belépjen a karton doboz készítésbe, tehát a csomagolóiparba, ami az egyetlen olyan iparág a nyomdiparban, ami növekedést mutat évek óta, és ez jelenti a jövőt egyértelműen. Úgyhogy boldogok vagyunk, hogy ez sikerült, illetve reméljük, hogy sikerünk lesz ebben, és hogy ez egy mérföldkő lesz a nyomda eddig 66 éves történetében, mivel tényleg egy új iparág felé nyitunk. Tematikus napot tartottak a Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. A téma a globális felmelegedés volt. A tematikus napot már harmadik alkalommal szervezték meg az iskolában egy Erasmus pályázat részeként. A betegségek, a vírus, a például...
Gergely József a klímaváltozás madárvilágra és az élővilágra kifejtett hatásáról tartott előadást. Az elmúlt 40 évben a Tisza mentén történt változásról beszélt, illetve felhívta a tanulók figyelmét bizonyos inváziós fajok megjelenésére, és kiemelte azon madarakat is, amelyek száma az elmúlt időszakban drasztikusan csökkent. Az érzékenyebb fajok, mint például a fecskék száma drasztikusan csökkent, hiszen a füsti fecske, a molnár fecske és a parti fecske állománya is szinte megfeleződött az elmúlt időszakban. Hát ha végigmegyünk Zentától a magyar határig a Tisza mentén, egyetlen egy parti fecske telepet nem találunk. Játékos tevékenységekkel próbálják az iskola tanulóival megismertetni a globális felmelegedés által okozott problémákat. Összesen 10 helyszínen folytak az előadások, vetélkedők, játékok. Volt egy plakátpályázat, amin 36 pályamúj érkezett, annak is ma van az eredményhirdetése, nagyon szép munkák érkeztek erre a témára, illetve van keresztrejtvényfejtés, ahol szintén a globális felmelegedéssel kapcsolatos szavakat kell kitalálni a gyerekekkel, amit megelőzött egy kis videó, hogy egy kicsikét rálássanak jobban a tanulók erre. Az iskolában jövőre a Föld napján tartják meg az utolsó tematikus napot, azt követően pedig egy helyi és egy nemzetközi versenyre is sor kerül majd. A TSC játékosa is ellátogattak Topolyára, a Korcsolya pályára. A jelenlévőknek autogramot adtak. A műjégpálya területe egyébként 250 négyzetméter, nagy az érdeklődés iránta. Jövő hétfőn megindul a Korcsolya iskola is, amelyre mintegy 260 gyermek jelentkezett. A tanfolyam reggel 9 órától délután 4 óráig tart majd. A kapacitások nagyjából már megteltek. A korcsolyázni vágyók számára 100 korcsolya áll rendelkezésre különböző méretben, óránként történik a turnusok váltása. A korcsolyák és a korcsolya pálya használata ingyenes. Nagyon jó hangulat, nagyon sok látogató, itt tudnám jellemezni a korcsolya pálya körüli rendezvényeket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt az önkormányzat részéről, és azt gondolom, hogy ennek kerül egy ilyen folytatása, és a következő évi költségvetésben már be is terveztük az eszközöket jövőre is a korcsolya pályának a felállítására. Én szeretném megköszönni a szervezőknek, a Topolya helyi közösségének, a Komrád közvállalatnak és a művelődési háznak a közreműködést. Téli varázs elnevezéssel kezdődött ünnepi eseménysorozat Temerinben. Egy hónapon keresztül gazdag szórakoztató és kulturális programok várják a látogatókat. Sokan ellátogattak a harmadik temerini Téli varázs rendezvénysorozat megnyitójára. A műsor kezdetén cirkuszi animátorok szórakoztatták a gyerekeket. Burány Vörös Judit családjával először látogatott ki a rendezvényre. Nagyon jók az ilyen rendezvények, azért mert a gyerekek nagyon élvezik, egyszerűen földobja a napot, a délutánt, amikor itt vagyunk, itt sétálgatunk. Egyszerűen fantasztikus az egész, a díszítés, a játékok, a fények, minden nagyon jó. A programsorozat január 21-ig tart. Koncertek, műhelymunkák, halászleosztás és korcsolyapálya is várja a látogatókat. Kásto imate priliku da vidite, u samom centru je postavljeno klizalište. To je ulica Petef i Šandora u blizini opštine, vrlo lako za naći. Klizalište je otvoreno od 10 sati ujutru do 10 sati uveče. Ulaz je slobodan. Pored toga, organizovali smo i brojne zabavne sadržaje kako za decu, tako i za odrasle. A rendezvény sorozat az önkormányzat, Temerin község idegenforgalmi szervezete és a Lukián Musicki művelődési központ szervezésében valósul meg. Ja se iskreno nadam da će ovo biti jedan lep zimski raspust u opštini Temerin, da naša deca će boraviti u opštini Temerin, da nemaju potrebe da idu u okolna mesta da bi napravili prve korake na ledu, da bi uživali u priredbama, predstavama, kreativnim radionicama. Tako da zaista očekuje nas jedan lep period gde će sugrađani lepo proslaviti i Božić i Novu godinu u Temerinu. Egy kirakodóvásár is megtekinthető, amelyen a helyi termelők a saját termékeiket kínálják a vevőknek. A megnyitóest fénypontjaként a Riblje Csorba szerb együttes szórakoztatta a közönséget.
Díjazták az év sportolóit Szabadkán, az utánpótlás versenyzők közül Ördög Iván, a Spartacus súlyemelője, junior kategóriában a kickboxos Milica Despotovics a legjobb, Ali Arsalan, a Spartacus birkozója pedig a felnőttek között érdemelte ki az elismerést. A sportegyesületek sorában a díjat a Spartacus női labdarúgó klub szerezte meg. Az ünnepélyes díjátadó ünnepséget a Szabadkai Városháza dísztermében tartották csütörtökön este. A legjobb sportolónak és a legjobb sportegyesületnek járó vándorserleget Sztevan Bakics Szabadka polgármestere adta át a díjazottaknak. Jó vég, sú té generácie, koje úspechy prenose z kolena na kolenu. I ovo bogatstvo koje grad Subotica ima u sportskim radnicima, ovakve legende koje smo ovde videli, koji stoje pred nama i dan danas prenose znanje na mlade naslednike, koji, hvala Bogu, vidite kakve rezultate postižu. Znači, to više nije državni nivo, oni se nalaze na mnogim evropskim i svjetskim listama i to u samom vrhu. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Megkezdődött a szabadkai majsai hídbontása. A gázolaj ára nem változott, viszont a benzinért 2 dinárral kell többet fizetni literenként Szerbiában. December 23-án gyásznap lesz Csehországban a tömegmészárlás miatt. Elfogadták Úbecse 2024-es költségvetését. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. Minden jót, a viszontlátásra!